3T. A kulturális podcast. Szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a First. A First mi? Kedves László. First adás, First podcast, valami újnak a kezdete, olyannyira új, hogy még egy picit mi is zavarban vagyunk, és a közeljövőben kettecskén fogjuk majd készíteni ezt a podcast sorozatot. Én Mucsicska László vagyok. Én pedig Pion István, sziasztok! És hát van nekünk egy vendégünk is, méghozzá Svehtye Mihály, a remélem legközelebb sikerül meghalnod rendezője, és állandóan zavarban vagyunk, mert mindig valahogy máshogyan mondom a film címét, mint ahogyan van. Sikerült egy olyan címet választanod ennek a filmnek, ami totálisan megjegyezhetetlen. Neved ezt rögtön így sértésnek. Én már megjegyeztem, de azért kellett hozzá idő. És csak remélemként emlegetem. Aha, hát erre számítottunk. Sziasztok! Számítottunk rá, hogy biztos lesz valami rövidítése. Van, akik RLSM-ként emlegetik. Ja, és még van egy smiley is. Egyébként jól mondtad a címét, csak van egy smiley is a végén. Hogy miért van ez így? Ez volt az eredeti munka címe az anyagnak, és ez egy valós zaklatási ügyből van átvéve, egy Nagy-Britanniában történt zaklatási ügyből. Hát ezt használtuk mindig. Én igazából szeretem is, meg is szerettem menet közben, de volt olyan pillanat, amikor azt gondoltam, hogy lehet, hogy le kellene váltani ezt a címet, mert hogy hosszú, kaptunk ilyen visszajelzéseket is, amikor elég szűk körben, de voltak tesztvetítéseink, és akkor kérdezték a címét, elmondtuk, és akkor volt, aki azt mondta, hogy hát ez ilyen címmel nem lehet. És akkor megfordult a fejem, hogy lehet, hogy ki kellene találni, semmi jobb nem jutott egyébként eszembe, valószínűleg ez is benne van, de a két producer nagyon erősen kiállt amellett, hogy maradjon ez, mert hogy ez mennyire figyelemfelkeltő, és én meg hagytam magam rábeszélni, mert már megszerettem egyébként, úgy volt rá 2 éven, vagy mennyi. Még több, úgyhogy végül is maradt. Egy picit szerintem helyezzük keretbe a hallgatókat is, hogy ugye a filmed az gyakorlatilag az online bullyingot, zaklatást veszi középpontba, és egy 10-es kislány a főszereplője? 16 és 17 között van a szerepe szerint, és... Hát akkor egy ilyen 10-11-es. Igen, 10-11-es. Egyébként én nem tudom egyértelműen internetes zaklatásnak nevezni azt, ami történik a filmben. Nem tudom, ez benned hogyan csapódott le, vagy hogyan céloztad meg ezt a kérdést. Egyrészt kombinációja két típusú ilyen agressziónak a film, tehát nem az, hogy egy félét mutat be, bár ezek azért nagyon gyakran következnek egymásból, mint ahogy ugye a történetben is ez van, hogy egymásból következnek. Az, ami a végén történik, az egyértelműen nevezhető annak, amikor az osztály közösség vagy a iskola közösség ráugrik a lányra. A másik az is zaklatás, de nyilván sokkal bonyolultabb, és pont azért, mert hogy megnézzük ezt a zaklató szemszögéből is, azért árnyaltabbá válik annál, mint hogy nyilván egyértelmű címkét tegyünk rá. Példák honnan jöttek nektek ehhez, vagy neked? Ez egész az úgy indult, hogy Bodzsár István producer hívott fel engem azzal, hogy nekik van egy fejlesztés alatt lévő dokumentumfilm tervük a filmalapban, és hogy keresnének hozzá rendezőt, nem érdekel-e, és akkor elmondta, hogy miről szól, és ez ilyen tanárverésekről szólt, tehát arról, hogy abban az időben több helyen előfordult Magyarországon, hogy a diákok közül voltak, akik megverték a tanárukat. És ezt szerette volna körbejárni, de nagyon hamar bezárodtak az ajtók körülöttük, ezt is elmondta, mert hogy az a tanár, akit megvertek, nem szeretne nyilatkozni, a gyerek a szülő beleegyezése nélkül nem nyilatkozhat, valószínűleg amúgy sem akar, de a szülők pedig nem szeretnék, hogy a gyerekeik, mint tanárverők nyilatkozzanak. Az iskolák nem engedik, hogy erről szólhasson, hogy az ő iskolájukban volt, és még van a klikk is, akiktől külön engedélyt kell kérni, vagy legalábbis abban az időszakban úgy volt, közben volt ott egy váltás, nem látom át, hogy most mi van. Akkor úgy volt, hogy semmilyen iskolában nem történt semmiféle forgatás, ami állami iskola, ahol az ő engedélyük nélkül. Tehát közben bezárultak az ajtók is, tehát úgy hívtak engem oda, hogy van egy ilyen, de találjunk már ki valamit. És akkor én meg mondtam nekik, hogy próbáljunk meg szerintem
egy kicsit 21. századi gyökerű tínédzser történetet keresni. Egyébként azért kerestek meg engem, mert azt tudták, hogy valamennyire ez a tínédzser tematika érdekel. Csináltam ilyet, ilyen dokumentumfilmet az egyetemen, ami a tínédzserek szerelmi életét próbálta volna körbejárni. És akkor nagyon izgatott ez engem, de mondtam, hogy akkor inkább ugorjunk rá valami olyanra, ami sokkal inkább a jelenből táplálkozik, mert ennek a tanárverésnek a gyökerei azok nagyon ismert 20. századi problémák, amik ma is jelen vannak, de hogy azok, amiket azért úgy körülbelül csukott szemmel is meg tudunk mondani, hogy a szegénység, a milyen típusú kiszolgáltatottságok, és mik azok, amik létre tudják hozni azt az élethelyzetet. Hogy szociális környezet. Igen. Tehát, hogy ezeket azért nagyjából föl tudjuk rakni, és nem azt állítom, hogy nem érdemes erről filmet készíteni, de úgy éreztem, hogy van ennél égetőbb, vagy frissebb. Érdekesebb. Igen. Elkezdtem interjúkat készíteni. Gyerekekkel? Kamaszokkal, igen. Első körben az volt, hogy fölvettük a kapcsolatot casting ügynökségekkel, mert náluk nagyon sok regisztrált kamasz van, és őket eleve interjúra hívtuk, tehát mondtuk, hogy most nem arra kell jönni, hogy szereplőt keresünk, hanem csak, hogy beszélgetni. És tök sokan szívesen jöttek, és akkor ez volt az alapanyag. Velük beszélgettem, és gyűjtöttem a különböző történeteket, meg motívumokat, és akkor bukkant az ki, ami nyilván ugyanúgy voltak erről cikkek, tehát a magáról az zaklatásról tudtam előtte is, nem volt újdonság, de az, hogy milyen mértékben van ez jelen az életükben, az engem meglepett. Még akkor is, hogyha olyan szélsőséges helyzeteket ritkán okoz, mint amik aztán később bekerülnek a lapokba. Tehát ugye, amikor öngyilkossági kísérletig, vagy öngyilkosságig, tehát halálig jut, általában ezek azok, amikről aztán nagy terjedelmű cikkek jelennek meg. Hát nem is elérik az ingerküszöböt, mert igen, általában ezek nem nagyon érik el az ingerküszöböt. Hát igen, azért ezek pont olyan hétköznapi nyomorúságok, ami így már szemet hunyunk felette. Mert annyi van belőle. Igen. Hát igen, meg nem beszélve arról, hogy ugye azért az is egy nagyon jelenlévő helyzet, hogy valamelyest szerintem érthető is, azért mondom, mert soha nem voltam ilyen helyzetben, és remélem sosem leszek, de hogy a szülők is nagyon sokszor menteni akarják a gyereküket abból a helyzetből, hogy ő, mint áldozat, tehát mondjuk akár egy zaklatás áldozata, utána még kelljen, hogy haknizzon ezzel, vagy nyilatkozgasson arról, hogy mit csináltak vele. Nyilván azt szeretnénk, hogy minél előbb átsegíteni ezen a problémán. És valószínűleg ez is az oka, hogy kevesebb jut el hozzánk, de az is, hogy a mennyisége is olyan nagy, hogy hozzá is szokunk, meg igen, nem lehet, ugye nem lehet minden zsebtolvajról cikket írni, tehát egy picit ez is benne van, hogy tényleg nagyon súlyos, és aztán, amikor tanárokkal beszélgettem, ami már nem ilyen interjú környezet volt, hanem csak a környezetemben felbukkanó tanárokkal, például a Bodzsár Istvánnak is a felesége egy tanár, akkor mindenhonnan azok a sztorik jöttek, hogy az ő iskolájukban is volt, meg itt is volt egy ilyen, meg ott is, tehát hogy ez egy nagyon jelenlévő probléma. Meg ami még nagyon jelenlévő, ez a levetkőzöm a valakinek, küldök egy képet, és aztán azzal valami történik. Nyilván ennek a variációi azok százfélék, hogy féltékenységből, vagy már eleve szemétségből csalták ki belőle a képet. Hát meg rengeteg olyan oldal van, ahol ezeket direkt gyűjtik. Tehát az exeknek a mesztelen képeit, azokat így simán minden gond nélkül kirakják az internetre. Igen, tehát hogy ebbe futottam bele, hogy ez nagyon jellegzetes probléma, és hát nagyon jól lehet közben az egész applikációkon, interneten és ilyen eszközökön keresztül való kommunikációról is beszélni erről. Így aztán kikötöttem ennél, de amúgy meg most, hogy így mondtad, hogy nem egy egyértelmű internetes zaklatás, meg ilyesmi, hogy én ezt egyáltalán nem bánom. Tehát úgy képzelem, hogyha ez egy olyan film lenne, ami ilyen tételesen, mondjuk egy újságcikk alapján dokumentálná, hogy mi történt, akkor az nagyon könnyen egydimenziósá tudna válni, vagy nagyon csak 2018-ban, tehát elkövetkező mondjuk 5-6-10 éven belül értelmezhető film, és nekem azért a szándékom volt, hogy magáról a tinédzserkorról és a kamaszkorról is beszéljek ezen a filmen keresztül, és tinédzserkornak meg azért vannak olyan jellegzetességei, amik úgy
tűnik, hogy évszázadok óta, vagy legalábbis mondjuk a koedukált iskola megjelenése óta azért köztünk vannak. Személyes példád van benne? Vannak ilyen motívumok, amikről úgy érzem, hogy közel vannak mondjuk azokhoz a problémákhoz, amiket én is átéltem, de természetesen ugye egyszer csak elkezdi diktálni a történet, vagy a karakter, hogy kinek mit kell csinálni, és akkor az azért idomul, tehát ezek nem egy az egybe történnek meg, vagy történtek meg velem így, meg van, ahol csak inkább érzetek, de vannak helyzetek is, amik azért hasonlóak. Ha rákérdezünk konkrétan, akkor ki tudsz emelni egy-kettő olyat, vagy inkább ezt hagyjuk? Azok a jellegűek, amik ezek az ügyetlenkedések, hogyha nem tudom, hogy ti a gimnáziumi vagy középiskolai hierarchiában körülbelül hol helyezkedtetek el, mert ugye ez így mindig kialakul, és az be tud elég jól betonozódni. Utána, ahogy kiszabadul az ember a gimnáziumban, hirtelen minden érvénytelenné válik, a tanárnak a hatalma ugyanúgy érvénytelenné válik, mint ahogy ezek a szerepek is, amik az osztályban vannak, de ott az a nekem mondjuk 4 év, az eléggé egyforma volt, és én nem is helyezkedtem el nagyon alacsonyan a ranglétrán, de az általános iskolából is több helyre is jártam, vissza tudok emlékezni, hogy mindig voltak ezek az ilyen kemény csávók, akik nem mindig fizikailag voltak kemény csávók, hanem a föllépésükben, meg a kommunikációjukban, meg egyáltalán. És hogy szerintem mindenki, aki tudja azt, hogy milyen nem ilyennek lenni, és ezért nem a rajongás, vagy a figyelem középpontjában lenni, az azért azt is ismeri, hogy milyen ez a küzdelem, ami ott folyik ezekért a szerepekért, vagy egyáltalán csak az, hogy nyilván mindenki vágyik arra, hogy ilyen vagy olyan, ez már a szexuális orientációjától függően párkapcsolata legyen, vagy hogy legalább észrevegye valaki, hogy, és az, ezekkel való ügyetlenkedésekből van benne. De mondjuk ez nagyon vékony jég, tehát hogy te már egy felnőtt, 30-on túli férfi vagy, kellőképpen távol mondjuk a gimnáziumi élményektől, és ott baromi egyszerű didaktikusan beszélni erről, és mondjuk a filmed esetében meg ezt így egyáltalán nem éreztem. Tehát hogy ilyen teljesen olyan érzésem volt, hogy olyan tiniket látok, akik tényleg vannak a környezetemben, akikkel találkozok a 4-es, 6-os villamoson, akik úgy beszélnek, mint a mai tinédzserek, szóval hogy azon túl, hogy megvolt a fejedben, meg a forgatókönyvben maga a sztori, a gyerekekkel például improztál-e, voltak közösen kialakított jelenetek, vagy bármi egyéb. És hogy kössük össze még, az interjúk során találtál olyan szereplőt, vagy találtál olyan beszélgető partnert, aki aztán később bekerült a filmbe? Nem. Uh-huh. Nem találtam. Részben azért is, mert ugye az még egy dokumentumfilmhez indultak az interjúk, és aztán később alakult át, hogy ez legyen játékfilm, de nem csak ezért nem, hanem mert egyszerűen más fajta képességekre volt szükség. Ott ők, akikkel én készítettem az interjúkat, ők teljesen átlagos civil emberek voltak, és nem is volt nekik ilyen ambíciójuk, tehát ők csak azért voltak beregisztrálva mondjuk a casting ügynökséghez, mert pénzt akartak keresni, hogy állnak a háttérben. Tehát hogy egyszerűen nem ihlettek meg, mint ilyen értelemben. Igen. Nem éreztem úgy, hogy filmben valamelyik őket szeretném látni, viszont látni. Szereplőválogatásnál? Az külön volt egy elég hosszadalmas, de nyilván érthető, hogy miért, mert nagyon nehéz megtalálni olyan embereket, akik hitelesen tudják ezt képviselni, és nem elég ez, hanem hogy színészi képességeik is vannak, mert itt el kell játszani dolgokat. A forgatókönyv az viszonylag magas százalékban ugyanaz, mint ami meg volt írva a jelenetek szintjén. Több jelenet volt, de ez is természetes, hogy a vágás alatt bizonyos dolgok kiesnek. Viszont a dialógusok azokat szabadon kezeltem. Tehát volt egy ajánlat a forgatókönyvben, és mindig mondtam nekik, hogy nyugodtan mondják, ha ők ezt nem így mondanák, sőt volt, amikor kértem tőlük, hogy adjanak rájuk verziókat, és voltak olyan helyzetek is, amikor helyben találtuk ki, vagy alakítottuk át a jelenetet, mert úgy tűnt, hogy mintha nem működne úgy, ahogy le van írva. Szerintem egyébként, hogyha ez nem egy tinédzserekről szóló film lenne, akkor is ez egy természetes alkotói folyamat, amikor egy színésszel végre abban a helyzetben vagyunk, hogy dolgozhatunk és elléphetünk a papírtól, akkor nagyon fontos szerintem tartani azt, hogy magunknak, mint lehetőséget, hogy a forgatókönyv az sose váljon egy ilyen kötelező kottává, hanem az
az inkább egy olyan sorvezető, ami abban segít, hogy tudjuk, hogy mi a dramaturgiai építmény, tehát honnan, hova kell eljutni, és hadd maradjon a forgatás maga is, ahogy az utómunka is hadd maradjon alkotói folyamat, tehát hadd történhessen meg az, hogy abban a egy évben, két évben, nekem most ez kettő volt, mi a forgatás és a film befejezése között, tehát az utómunka alatt is juthasson eszünkbe tehetséges vagy értelmes gondolat. Tehát ne legyen az, hogy az van elfogadva, hogy, és akkor onnantól már nem lehet semminek mozdulnia, mert ez még az HBO-nál is, a terápiában sincs úgy, hogy pedig ott aztán tényleg az van, hogy írószoba 70-szer végig gondolva minden, de ott sincsen az, hogy nem változhat meg valami, hogyha kiderül, hogy az úgy jobb. Tehát a színész is tehet javaslatot, a rendező is, az máshogy egyeztetni kell. Azon túl, hogy egyébként nyilván ez egy baromi nehéz feladat, hogy olyan tínédzsert találj a főbb szerepekre, akik tudnak színészkedni, de azért ne látszódjon az, hogy ez egy ilyen maníros, most így eljátsszuk azt, amit a rendező kér tőlünk dolgot, de hogy azért itt van még egy vetülete, tehát a főszereplő lány, akárhogy is 16 éves csaj, akinek van egy filmesztelen jelenete is. Tehát az például hogyan sikerült így átvinni, hogy figyelj, lesz egy ilyen jelenet. Amikor legelőször behívtam a Szilvit, akkor erről nem esett szó, mert az első kör az ugye olyan, hogy egyáltalán nem biztos, hogy vissza fogjuk hívni, mert ott még egészen másról van szó. De onnantól kezdve, hogy elkezdtem benne gondolkodni, bár szívesen elmesélem a vele való történetet is, hogy ő hogy került bele, mert az sem volt teljesen konvencionális, hogy ott viszonylag hamar jeleztem, hogy lesz egy ilyen, és hogy ezen gondolkozzon, hogyha úgy alakul, mert hogy ez egy kulcs jelenete a filmnek, és hogyha úgy lenne megcsinálva, hogy tudjuk, de nem látjuk, akkor félek, hogy egészen más hatást keltene. Én azt a hatást szerettem volna elérni, hogy amikor nézőként bendülsz, akkor borzasztóan feszélyezve érezd magad attól, hogy ez az orrod előtt megtörténik. Valószínűleg nektek nincsenek ennyi idős gyerekeitek, mint ahogy nekem sincs, de hogyha mondjuk egy szülő bennül, akkor gondolkozzon ezzel, hogy ha az ő gyereke van az egyik oldalon, mint kukkoló, vagy az ő gyereke csinálja ezt, az milyen, illetve hogy az, aki csinált már ilyet, az is gondolkozhasson azon, hogy mennyire nem lehet tudni, hogy ki van a túloldalon, vagy hogy hányan vannak ott, ugye? Mert nem csak az történhet meg, hogy esetleg valaki másnak adja ki magát, hanem az is lehet, hogy úgy csinálunk, mint ami kettesben lennénk, és ez egy közöttünk lévő intim viszony lenne, és közben nem ez történik, hanem az történik, hogy a foci csapat is ott van hátul, és nézi. Ugye, tehát, hogy, vagy akárhova, egyből megy élőben a netre, akár az is tudna most már történni. Akkor, amikor meghoztam azt a döntést, hogy nem fogják 20 évesek vagy főiskolások játszani ezeket a szerepeket, hanem igenis azoknak kell játszani, akikről szól, akkor ez volt a következő lépés, hogy annak utána mentünk, hogy ha ez a jelenet megtörténik, akkor ennek mik a jogi keretei, és hogy ez megtörténhet-e, vagy nem történhet meg. Nyilván, hogyha az lett volna, hogy nem történhet meg, akkor viszont elkezdtünk volna kapaszkodni abban az irányba, hogy találjunk egy olyan 18 éves, akiről elhiszem még, hogy 16 éves. De közben ez nem annyira könnyű, mert én csináltam egy olyan dokumentumot, ilyen PDF dokumentumot, ahol fotókat tettem be színészjelöltekről, szereplőjelöltekről, és kiküldtem olyan ismerősöknek, akik hajlandóak voltak arra, hogy kérdésekre válaszoljanak. Azzal kapcsolatban, hogy ránézés, mindenféle kérdést beletettem, hogy körülbelül hol helyeznél az iskolai hierarchiában, stb. De a legfontosabb titkos kérdésem az volt, hogy hány évesnek látod a szereplőjelöltet. És az volt nagyon érdekes, hogy mindenkit fölélőnek az emberek, tehát annyira nem tudjuk ma már megítélni egy tinédzserről, hogy hány éves, hogy jellemzően idősebbnek látjuk, mint amennyi. És az volt az érdekes, hogy a 20 év volt ez a választóvonal, ahonnan hirtelen elkezdték lefele látni az emberek. Ez nagyon furcsa. Persze nem kezdte el 14 évesnek látni a 20 éves, de valahogy a 20 éves kornál előfordult, hogy visszapontozta több évvel is. De egyébként jellemzően mindig ment fölfelé, és főleg a nőknél. A fiúknál ugye van ez, hogy, és kicsit a mi főszereplőnk is ezzel küzd, a Péter, hogy egyszerűen le van maradva még mondjuk a másik, a Bennyhez képest fizikumban. És ott sokszor előfordulhat, hogy fiatalabbnak tűnik emiatt. Mert még nem úgy nő a szakállal, vagy nem kezdett el
ismerjük ezt a kamaszodást, hogy megnyúlik az orra, átváltozik az arca. És ha ez előtt van, akkor még olyan bébi külsejű tud lenni. Szilvit hogyan találtad meg végül? Az volt, hogy azt az utat jártuk be, hogy elmentünk az összes színitanoda, meg minden ilyen helyre, meg ezekre a híres drámás iskolákba is, meg néztünk civileket is, akiket vagy ajánlottak, vagy itt-ott hirdettük, bejöttek. És elmentem a Vörösmarty gimnáziumnak egy drámaórájára bekéreckedtem, beengedtek, és akkor nézegettem csak őket, amiket csinálnak, ilyen improvizációs feladat, amit a drámatanár vezetett, tehát én tényleg csak néző voltam. És akkor ott föltűnt nekem, hogy ő érdekes lehetne, és jó lenne, hogyha eljönne. Többeket is behívtam egyébként abból az osztályból, és szépen el is jöttek, és ő meg nem jött. Szóltam az osztályfőnöknek, és nem akart bejönni. Mondta nekem az osztályfőnök, hogy náluk nem ez a szemlélet van, hogy ő most így ráparancsol. Tehát, hogyha nem akar jönni, akkor ő mit tud neki mondani, hogy bejöjjön. És akkor mondta neki, hogy mondja neki azt, hogy ez nagyon ritka az ember életében, hogy valaki észreveszi. És hogy valami érdekeset meglát, és hogy próbáljon meg akkor ő is kíváncsi lenni arra az emberre. És akkor erre bejött. Van egy ilyen szakítós jelenet a filmben, hogy azt próbálgattuk, és pont egy olyan helyzet volt, hogy nem volt ott, jött néha segíteni nekünk színész. Nem volt senki, úgyhogy velem kellett ott játszani, ami nem könnyű helyzet, mert nem vagyok valami jó színész. Hát, hogy valahogy szerencsés volt a megérzésem vele, mert többen voltak olyanok, akik érdekesnek tűntek, és azért vissza is hívogattam őket, de volt egy olyan plafon, amit nem sikerült áttörni. Ugye a színész és rendező kapcsolat, meg egyáltalán a szereplőválogatás, vagy divatos nevén casting, az nagyon sok esetben arról szól, hogy a rendező megtalálja a hangot, az utat az adott színészhez. Egyszerűen tudnak-e kommunikálni, vagy érti-e a rendezőt. Ugye ez mindig egy ilyen kiegyensúlyozatlan helyzet, hogy mivel a rendező van abban a helyzetben, hogy most ő fog filmet készíteni, ő hozzá kell alkalmazkodni, vagy vele kell jól passzolni. Nála valami történt, ami nem volt készen, tehát egyáltalán nem, de megjelent a szemében valami nagyon igazi, amikor csináltuk ezt, de aztán ami a filmben van ott, azért nagyon-nagyon sok lépést tettünk előre, mire odáig eljutott, ahova eljutott. Ezek próbák? Hát voltak próbák, igen. Tehát próbákon keresztül jutottok. Igen, próbákon keresztül. A másik, hogy tényleg az előképzettségük is nagyon jó. Tehát, hogy valahogy egyébként azon a gimnáziumon belül is nagyon sok mindenkit megnéztünk, de volt ez az osztály, ahonnan egyébként többen is kikerültek, például a Benny is ugyanebben az osztályban járt, a Bennyt játszó Rácz Dávid, hogy valami nagyon jól működött ott, és valószínűleg a tanáruk remekül elkapta, vagy tanította őket, mert az is nagyon szép volt, ahogy fölkészültek mind a ketten a jelenetre, kinn a folyosón, amikor tudtuk, hogy ez jön, és a Szilvivel összesen egyszer vettük föl. Egyszerűen azért, mert azt éreztem, hogy készen van. A Dáviddal meg mondjuk 4-szer, nem emlékszem, 3-4. Mondjuk te jobban megengedő vagy ezekkel a színitanodás gyerekekkel, mint én. Én legtöbbször, amikor tényleg ilyen eleve színésznek készülő gimnazista srácokat látok filmen, akkor legtöbbször van bennem egy ilyen fura érzés, mint hogyha ilyen kölyök idős szereplőket néznék, akik ilyen nagyon manírosan próbálnak játszani, csak... és te meg valahogy tényleg sikerült kihozni belőlük azt a naturalizmust, ami miatt meg nem zavart egyáltalán. Igen, de ez nem azért van, mert megengedőbb vagyok, hanem azért van, mert olyan szempontból nem voltam előítéletes, hogy úgy voltam vele, hogy bárhonnan felbukkanhat egy jó gyerek. És azért bármit nézzünk meg, olyat is, amiről azt képzelnénk, hogy esetleg azon a helyen, most nem fogom nevesíteni, de vannak olyan helyek, ahol azt képzelnénk, hogy olyan típusú játékot tanítanak nekik, ami inkább rossz irányba viszi ahhoz képest, amire nekem szükségem van. Hát, vagy mondjuk színpadi játék. Igen. Pont ezért mondtam azt, hogy azon a gimnáziumon belül is volt egy csomó olyan, aki teljesen alkalmatlan lett volna a mi elképzeléseinkhez. Ki kell halászni azt az egyet-egyet. Igen, 90%-ban nem voltak jók, de meg tudtam találni azt, aki kell. Hát inkább erről van szó, hogy érzékenyen vagy nagyon szigorúan kell vizsgálni ezt, és akkor meg lehet találni. Meg az is fontos szerintem, hogy az ember azzal tisztában legyen, hogy az adott szerep mit kíván meg. Volt olyan szereplő is a filmben ilyen mellékszereplőként, aki a fizikumával, a megjelenésével és azzal az egy-két pici dologgal tudta azt képviselni, amire szükség van, de egyébként ő nem tudott volna nagyobb szerepet eljátszani, mert nem tartott ott. És amikor egy filmre készülünk, az reményeim szerint persze fejlődik benne valami,
az eleve évek munkája, a Színművészeti Egyetemen is évek munkája, amíg valaki eljut odáig, hogy... És ott sem mindig sikerül. Nem sikerül, és nem is végleges az sem. Ugye a színész lét az benne egyszerre fura is, meg csodálatos is, hogy folyamatos állapotváltozás, és azt is mindig vizsgálgatni kell, hogy milyen abban a pillanatban, amikor nálad fölmerül a név, ő éppen milyen állapotban van. De valószínűleg ez visszafelé is igaz a rendezőre is, tehát ezek nem ilyen örök bérlemények, hogy akkor én vagyok a tehetséges fiú, és akkor mindig minden jó lesz, hanem hogy valamilyen együttállások vannak, és akkor éppen sikerül, meg nyilván az embernek is van ilyenje, hogy hú, most vannak a jó éveim, de ez mivel rendkívül szubjektív, és belülről az ember nagyon nehezen tudja magát vizsgálni, valószínűleg amikor a rossz évei vannak, akkor se biztos, hogy tisztán látja, hogy már másfelé tart, meg időnként olyan is van szerintem, hogy bizonyos lefelé szállások, azok kellenek ahhoz, hogy aztán megint kiemelkedés tudjon lenni. Van olyan, akinél soha nem történik meg többet a kiemelkedés, tehát ismerünk olyan pályákat, hogy az elején tündöklő csillag volt, és aztán nem tudott, meg vannak olyanok is, akiknél egyszer sül el valami jól, sokféle van, hát ilyen értelemben ez egy kegyetlen dolog. Egy picit még visszakanyarodnék a Szilvihez, hogy nyilván ez egy választott dolog a részéről, hogy ő mondjuk így belemegy abba, hogy filmesztelen jelenetet elvállal ebben a filmben, tehát hogy nem az történik vele, mint mondjuk ezekkel az ex-lányokkal, hogy tényleg fölkerül a netre egy kép, de mondjuk ennek ellenére kiteszed a színésznőt, a lányt ennek, hogy csámcsognak majd rajta, hogy ott van az interneten a filmesztelen képe, mert nyilván föl fog kerülni majd. Ezt átbeszélted vele is, a szüleivel is? Okozott-e ez benned egyébként kérdést, hogy ezt meg kellett tenned vele? Természetesen okozott kérdést, és átbeszéltük vele, és én akkor azt mondtam neki, hogy nem abból kell kiindulni, hogy ez megtörténhet, hanem abból, hogy meg fog történni. Egyszerűen azért, mert látjuk, hogy ez van, hogy így kiszedegetik a kontextusból. Ugye a filmben én azt remélem, legalábbis a szándékaink azok mindenképpen azok voltak, hogy ez a helyén legyen kezelve, hogy nem akartuk őt kifejezetten gusztusos vagy csábító. Igen, az látszott, hogy nem egy ilyen szexi képet akartok róla csinálni. Abszolút nem, hanem inkább a dolognak a tényszerűségét, hogy ez megtörténik és milyen borzasztó. De hát egyrészt igyekeztem azt is fölmenni, hogy mennyire felnőtt a kérdéshez, és hát egyértelműen értette azt, hogy a film miről szól, és hogy az, amiről szeretnénk filmet készíteni, az egyértelműen nem arról szól, mint ami utána be tud következni, és hogy ezért ez nem őt fogja minősíteni, hogyha valaki ezt kiszedni, visszajön, hanem magát a cselekedetet, meg a mögötte lévő valószínűleg láthatatlan trollt minősíti. Ő egyébként mára már 19 éves. Tehát mire kijött a film, pont napokban töltötte be a 19. életévét, tehát amúgy is most máshol tart, és persze van olyan 19 éves ember, aki ugyanúgy nem tudná ezt kezelni, és a többi, tehát ez nyilván egy bonyolult kérdés, de hogy a színésznők is tudnak ezzel valahogy élni, akikkel ugyanezt megteszik, biztos bosszantja, de tudnak vele élni, már olyan értelemben, hogy ő tudja, hogy akkor, amikor ezt csinálta, akkor milyen alkotói munkában volt benne, és hogy miért gondolta úgy, hogy ez helyén való. És aztán van persze olyan is, amikor egy film nem sikerül jól, és később azt mondja, hogy kár volt, mert az egész nem ér annyit, de természetesen én vagyok ennek a kiinduló pontja, mert én mondtam azt, hogy ennek így kell lenni a filmben, de ez olyan értelemben nem csak egy személyes felelősség, hogy szülői beleegyezés is kell ehhez, papíron is, tehát ők egymással is megbeszélik, nyilván az ő bizalmi viszonyuk az sokkal erősebb, mint velem, mert mi akkor nem ismertük még úgy egymást, hogy ez meglegyen. Ilyen értelemben ez a közös felelősségünk, és jogilag természetesen fiatalkorú, de azért nem egy magatehetetlen, vagy nem egy döntésképtelen ember, hanem ő is végig gondolta, és úgy döntött, tehát az önmaga felelőssége is bizonyos szempontból, és ezzel nem hárítani akarok. Tehát nem azt akarom mondani, hogy most akkor ez nem az én felelősségem, csak hogy ez azért közös döntés ilyen értelemben, és semmilyen erőszak nem volt, mint ahogy azt is lehetem mondani, hogy volt a castingon egy másik lány, aki nagyon tetszett nekem egyébként, mint színész, azóta föl is bukkant más filmekben,
És ő rögtön, ugyanígy, ahogy viszonylag hamar elmondtam neki, tehát azoknak, akiket azt éreztem, hogy visszahívom, hogy még nézegessem, akkor elmondtam neki, hogy van egy ilyen, és ő azt mondta, hogy nem, hogy ő ilyet nem szeretne. És onnantól kezdve akkor mondtam, hogy oké, még vannak más szerepek, nézzük meg, mert nagyon szépen is érzékenyen játszott. Aztán végül valahogy, amikor így egymás mellé kerültek az arcok, akkor nem került be. De hogy ilyen is volt, tehát hogy ez tulajdonképpen egy ilyen ajánlat, vagy egy feltétel, igen, de semmilyen kötelező jelleg nincs benne. Még van kényes kérdés, filmalaphoz pályáztatok a filmmel? Igen, pályáztunk a filmalaphoz és elutasították, sőt, hát ugye az volt, hogy ez egy dokumentumfilmnek indult, és akkor egy ponton átkértük, vagy nem tudom, ők is jelezték, hogy érdekes lehetne talán ez játékfilmben, és akkor beadtuk és egyből elutasították, szóval nem... Ez egy kedves dolog, az embert is motiválják, ösztönzik, hogy figyelj, tök jó kis játékfilm lenne belőle, add be, bocs, nem. Tehát ez egy... Hát ez volt. Egyébként pont ez történt így. De egyébként tényleg pont azért fura dolog, mert hogy több mint 10 kis játékfilmet rendeztél, tanítasz az SF-én, rendeztél terápiát, HBO sorozatot, nem egy nyikhaj vagy, ráadásul jössz egy olyan hot topic-kal, amiről érdemes beszélni, és az most egy másik kérdés, hogy a filmalap elsősorban azt nyomatja, hogy műfaji filmek szülessenek, de hát ez hogy nem férhet bele egyáltalán? Hát egyrészt ugye ezt tőlük kell megkérdezni, mert ezt most én nem tudom helyettük megválaszolni. Amit én látok az, hogy mások az irányok. Egy kezünkön meg tudjuk számolni, hogy a kortárs problémákkal foglalkozó film, ami ez alatt az új finanszírozási rendszer alatt készült, hány van, nagyon kevés van. Ebben miből is gondoltam? Hát az meg a másik, hogy nem csak kortárs téma kevés van, hanem így a te kortársaid sem készítenek nagyon filmet. Tehát a Mátyási Áron, Diga Zsombor, Császi Ádám, tehát hogy sorolhatnám ezeket a neveket, akik így nem készítenek nagy játékfilmet, pedig most vagytok a legpotensebb időszakotokban. Igen, a Császi Ádám nekem osztálytársam is volt. Az Áronék 5 évvel fölöttem jártak, de abszolút egyidősek vagyunk. Mondjuk az Áronnak azért volt filmje, meg az Ádámnak is egy, de nyilván azért eltelt már nem tudom hány év is, bőven lehetne már filmje az Ádámnak is megint. Igen, ez is egy kérdés. Akkor az elsőre válaszolok először. Szerintem ott az van, hogy van egy más típusú szemlélet, és az pedig az, ahogy én látom. Sokkal kevesebb szerzői film, sokkal több közönségfilm. Ez a mondás. Ezen belül is az a mondás, hogy megvan már nekünk a 8 művészfilmesünk, meg 2 évre előre megvannak már a művészfilmjeink, ne gyere ide ilyennel. Ugye most arról lehet beszélgetni, hogy mi számít művészfilmnek, meg mi nem, de abban a rendszerben, amiben ők gondolkoznak, minden művészfilm, ami nem 100 000 nézőt vonz be. Ezen belül pedig még az a mondás szerintem, hogy olyan filmeket kell csinálni, amik távol vannak a valóságtól, mert a valóság nem érdekli az embereket, szerintem ezt gondolják. Nekem olyat is mondtak az előző forgatókönyvemnél, hogy elég volt már azokból a filmekből, amik arról szólnak, hogy de szar itt élni. Egyébként én sértőnek éreztem, mert nem erről szólt szerintem a film, de... Szerintem sem szól. Nem, ez még egy, ez jó, egy még az előző terv. De ez sem. De ezt meg aztán pláne nem, tehát hogy ez egy tök egyetemes probléma. Igen, de mindegy, de hogy az sem erről szólt szerintem, de hogy minden esetre, hogy ilyesmi van, tehát hogy valamilyen paradigmaváltást szeretnének a MMK alatt készült filmekhez képest, ami ugye abból a szempontból paradox, hogy közben ugyanazok az emberek rendeznek, akik akkor is, mert vannak olyan nevű rendezők, akiknek ciki nem adni. Egyszerűen azért, mert annyira kínos lenne azt mondani, hogy nem kap, hiszen olyan név, hogy ők megkapják a filmjeiket, és az szerintem a mi generációnk, amiről beszélsz, az pont azért zuhant be egy ilyen gödörbe, mert például 2010-ben végeztem, 11-re lett diplomám. Ez az osztály, amiben a Császi Ádám is volt. És közvetlenül utánunk egy évvel volt az Enyedi Ildikónak az osztálya, amiben a Reisz Gabi, meg a Simler, meg Szejler Péter, stb. Jártak. Tehát mi avval indultunk, hogy pont semmi nincs, mert bedőlt az MMK, nincs hova pályázni, és felállt az új rendszer, és mi ilyen szürkezónás arcok vagyunk, akik még nem számítanak senkinek sem olyan nagyon. Tehát nem az van, hogy mondjuk mondhatom, hogy Népszabadság címlap lesz belőle, mert az már nem lesz, de érted, amit mondok, uh-huh. Tehát hogy hú, nem kapott pénzt. Azért vannak olyan emberek, aki egyébként jogosan, hiszen olyan életműve van, kiütné a biztosítékot, hogy ő miért is nem
felel meg, és ők azért úgy érzem, hogy át tudnak csúszni így úgy amúgy. Vannak a sztorik arról, hogy ki küzdelmesebben, ki kevésbé, de azért csak lesz film. Mi meg könnyen lesöpörhetőek vagyunk, mert azért olyan nagyon nem ugrál senki azért, hogy most lesz-e filmje egy olyan valakinek, akinek oké, van néhány kisjátékfilmje, de a kisjátékfilmek közönsége, azt ismerjük, hogy kimerül, hát nem tudom, 1000 emberben, lehet, hogy sokat mondok. És éppen ezért könnyen félretehetőek, és előtérbe helyezhetőek más szempontok is, más típusú figurák, mint ahogy nagyon sok csatornán sugalták is felém is, meg a korosztályom felé is, hogy lesz majd filmetek gyerekek, hogyha megfelelő műfajú filmet adtok be. És akkor ugye még ez ráadásul meg van fejelve azzal is, hogy ott is van egy ilyen bizonytalanság, hogy hú, most kipróbáltuk a krimit, nem jött be, akkor most krimit se adjál be, akkor az a műfa is zárójelbe kerül egy ideig, és akkor a végén mindig csak ott kötünk ki, hogy vagy csinálsz romantikus komédiát, vagy nem lesz filmed. Akarsz csinálni romantikus komédiát? Hát egyelőre nem. De például, csak most az első filmem is példaként mondom, ott is az volt, hogy volt egy valamilyen típusú film, és akkor kihajították, és ugyanaznap jött meg a levél, hogy nem támogatják, ugye itt nem arra nem támogatják, hogy legyártsam, hanem arra, hogy szóba se jöjjön, tehát hogy be se vesszük. És ugyanaznap jött meg a levél, hogy a Sundance-en a legjobb 12 terv közébe került ugyanez. És akkor, és úgy, hogy már előtte volt ebben a Binger nevű suliban, ami szintén elég rangos dolog, az idei Berlinale győztes, az nekem ott osztálytársam volt azzal a tervével, tehát aki az aranymedvét nyerte, ez az Adina Pintilie, azzal a tervével nyerte most meg, amit ott írt. És most Velencében is nyert egy díjat egy Jennifer Kent nevű ausztrál nő, aki szintén nekem osztálytársam volt ott. Tehát hogy látszik, hogy azért nem volt rossz a nívó. Ez nem azt jelenti, hogy én is Velencei Fesztiválon díjat nyernék, de hogy azért valószínűleg nem választottak olyan rosszul, akik oda beválogatták az embereket. Tehát onnan jöttem vissza 2010-ben erről a fejlesztésről, amikor bedőlt az MMK. És akkor megkaptuk ezt a Sundance-es értesítőt, és akkor volt egy ilyen filmalapos gyűlés, hogy akkor bemutatkozik a filmalap, vagy nem tudom mi, a Millenárison, és akkor ott megkérdeztük, a Kántor Laci volt a producere ennek, hogy ez miért van, hogy nem vesznek figyelembe ilyen, volt még Szarajevóban is ezen a Cinelinken, ilyen fejlesztésen, tehát hogy egy-két helyre így bevették, és hogy minthogyha külföldön látnának benne valamit, mintha értenék, hogy ez mi. És akkor erre az volt a mondás, hogy van egy olyan rendszer a filmalapnál, hogy lehet fellebbezni, be kell fizetni 100 000 forintot, és akkor azzal fellebbezhetsz, és akkor újra tárgyalják. És akkor ezt mi meg is csináltuk, és akkor bementünk, azt hiszem, talán volt egy ilyen beszélgetés is, és akkor utána azt mondták, hogy akkor beveszik fejlesztésre. Első draftig. Ami ugye már úgy, hogy amit benn írok még egyet. És akkor eltelt két nap, és akkor jött az informális telefon, hogy igazából mégse szeretik. És aztán kaptam egy e-mailt, hogy abban az esetben, hogyha ez nem lesz egy csehes vígjáték, ugyanezzel a címe, akkor igazából ebből nem lesz semmi. És akkor nem lett belőle, tehát én ugyanazon az úton mentem tovább, és írtam. És egyből, tehát a következő körnél el is búcsúztunk. Szerintem azért ott sem az van, hogy kőbe vésett, hanem mindig ilyen fortyogó, most egy kicsit ebbe kéne menni, abba az irányba, tehát nem az van, hogy kialakult koncepció. Én így látom, és lehet, hogy nincs igazam, de most engem kérdeztetek meg. A finanszírozás akkor végül is hogy nézett ki, hogyan sikerült rá összeszedni a pénzt? Nyilván nem te vagy a producer, de... Nem, tehát nyilván bizonyos részekre nem is látom át. Az történt, hogy akkor még megpróbáltuk az inkubátort, az se sikerült, ugye, az meg már ilyen szerencsétlenség is, mert ott végre szakmai zsűri van, vagy legalábbis nem ugyanaz, tehát hogy van egy másik hely, ahol nem ugyanaz a zsűri van, meg még a szakma is szavazhat. És akkor nem sikerült, de még aznap este felhívott Pusztai Ferenc, aki egyébként a tagja volt a inkubátor zsűrinek, hogy csináljuk ezt meg. És még azon a héten felhívott a Petrányi Viki, hogy csináljuk ezt meg. És így lett, aki szintén egyébként tagja volt a zsűrje, és akkor így lett ebből egy ilyen koprodukció. Zárójel a hallgatók számára, mindketten producerek. Igen. Egyébként. És így lett ebből egy ilyen koprodukció, aminek aztán több szereplője lett még
idővel. Az Osváth Andrea is nagyon hamar bejelentkezett, hogy ő hallotta a pitchet, és akkor lát benne fantáziát, és akkor így bővült a kör. Ezen kívül pedig olyan szakmai szereplők váltak még koproducerekké, akik a munkájukkal, vagy a szolgáltatásukkal szálltak be. És azért nem kértek pénzt. És azért nem kértek pénzt. Igen, vagy nyomott áron, vagy nem kértek pénzt. Tehát ez a két variáció van, és akkor így összeállt a film. Mozin kívüli terjesztésen gondolkodtok? Igen, gondolkodunk mozin kívüli terjesztésen. Most van egy pont erről egy egyezkedés, hogy hogyan lehetne iskolákba elvinni, de még nem alakult ki a végleges formája, de vannak ilyen szereplők, akik erre szívesen rácsatlakoznának. És akkor ilyen utolsó, záró akkord, hogy mik most a következő terveid? Azt tudom, hogy a következő film alapnak beadott terved is kasza. Mit csinálsz? Ugye ez egy berlini ösztöndíjjal jár együtt, vagyis hogy erre kaptam egy berlini ösztöndíjat, ezt a NIPCO-t, ami egy 3 hónapos fejlesztés, és ezt azelőtt kaptam meg, hogy beadtam volna. Tehát annak tudatában adtam be, mint ahogy ők is tudják, hogy ezt megkaptam, hogy én ide megyek. És itt egy első változatig el kell jutni. Ez a része az ösztöndíjnak, tehát a következő 3 hónapban ezt fogom írni. Az mikor kezdődik? Október 1-ével kezdődik. Ez a legaktuálisabb. Nyilván fogalmam sincs, hogy mi van abban az esetben, hogyha itthonról nem kap pénzt, mert nem nagyon szoktak... Meg nem is, hát ez egy kelet-európai történet, tehát ez itt játszódó történet. Úgyhogy az nem tud lenni, hogy hirtelen átrakjuk Németországban. Egy rövid szűzsét tudsz elmondani? Abból a nagyon erősen magyar alaphelyzetből indul ki, hogy nem tudsz úgy jogosítványt szerezni a Magyarországon, hogyha nem fizeted le a vizsgabiztost. Nekem sikerült. De hogy ez Németországban valószínűleg ilyen módon például nincs. De nem is erről, tehát ez az alaphelyzet, de nem erről akar ez szólni, hanem ebből a kis magból nő ki egy óriás probléma, ez egy fekete komédia, tehát annak a túlzásaival, de végül is mégiscsak valami olyasmiről szeretne beszélni. Hogy kedves film alap, ez egy műfaj film. Hogy arról szeretne beszélni, hogyha az állampolgárok szintjén nem értjük meg ezeket a szabályokat, vagy normákat, amiket a demokrácia és a jogállam jelent, és hogyha az ügyeskedés marad továbbra is a magyar embernek a fő irányvonala, akkor itt azért nem nagyon fognak megváltozni a dolgok rövid távon. Mondjuk, hogyha ezt ilyen, de természetesen ez soha nem fog ilyen tételesen elhangzani benne, de ebből a nagyon egyszerű gondolatból indul ki, és mondom, egy viszonylag vicces fekete komédia a terv. És akkor persze vannak mások is, más tervek, amik párhuzamosan fejlődgetnek. Viszont, hogyha tételmondatként nem is fog ez elhangzani a jövendőbeli filmben, én azt gondolom, hogy ez egy tökéletes zárómondat a mi első podcastunknak. Nagyon szépen köszönjük, hogy a vendégünk voltál. Gratulálunk ehhez a filmhez. Én nagyon szerettem, mi nagyon szerettük. Úgyhogy mindenki menjen el megnézni. Pontosan, minél többen mentek el megnézni, annál jobb lesz, és annál többen szembesülnek azzal a problémával, ami fölött egyébként szemet hunyunk. Misi, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Svehtye Mihály rendezőt hallottátok, Pion Istvánt. És Mucsics Karászlót. Köszönjük, sziasztok. Sziasztok. A kulturális podcast.